2021-től indul az új Európai Uniós költségvetési időszak. Magyarország GDP-je jelentősen nőtt a 10 évvel ezelőtti állapotokhoz képest. A költségvetés elkészítésénél ez az egyik legfontosabb mutatószám. A következő évek határozzák meg, hogy melyik országnak mekkora fejlesztési forrás jut az uniós keretből, illetve milyen ágazatok élveznek prioritást, melyek azok, amelyekre minden tagállamnak költenie kell. Magyarország számára 2030-ig szükséges ilyenkor tervezni, a magyar kormány céljai pedig világosak. 2030-ra azt szeretnénk, hogyha Magyarország az Európai Unió 5 legélhetőbb országa közé tartozna, ahol legjobb élni, legjobb dolgozni és legjobb lakni. Ez szükséges, hogy növeljük a versenyképességünket, növeljük a magyar vállalkozások hatékonyságát, és segítsük a magyar embereket, a magyar családokat abban, hogy minél jobban boldoguljanak a saját életükben. A megyei önkormányzatokat leginkább a határmenti programok miatt érinti az Európai Uniós források szétosztása. Megyénk 3 országgal határos, ezért fontos tudni, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a következő 7 éves ciklusban. Más egyéb operatív programok ügyében is persze fontos, hogy mi a tudomásunk most a következő 7 éves pénzügyi keretről. Sok minden mondom ezzel kapcsolatban, hogy nem is lesz. Kevesebb lesz, de lesz. Lesznek regionális programok is, viszont talán határmentén átnyúló programok is, talán ott a legnagyobb a forráscsökkenés. Tehát nagyon átgondolt programokkal kell készülnünk a következő 7 évre. A megyeházán tartott szakmai konferencián az is elhangzott, fontosak az uniós források, de Magyarország önereje is kiemelkedő a tagállamok közül.